Nagy nap volt november 22-e a Győri Evangélikus Egyházközség életében, hiszen letették az Inzula Luterána alapkövét. Az ünnepi pillanatokat megelőzően Csorba János, a házigazda egyházközség igazgató lelkésze, valamint Szemerei János, a nyugati egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Itt, amikor mi magunk is alapkő letétel ünnepére készülünk, tudatosítanunk kell, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül. És ahogy Luther maga sem egy új egyház alapjait tette le a középkorban, még ha szomorú módon az akkori megértés hiányában ez nem történt, mégis így alakult és így történt, hogy külön egyház testé lett. De tudjuk jól, hogy az alapjaink a testvéregyházakkal is közösek, hiszen egészen Jézus Krisztusig vezetnek vissza. Az evangélikus sziget felújítása Kara Ákos kezdeményezésére, Borkai Zsolt segítségével, a kormány támogatásával valósulhat meg közel 5 milliárd forintból. A beruházásról szóló megállapodást még 2013. októberében, a reformáció emléknapján írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Gáncs Péter elnök püspök. Átadom most az alap dokumentumát Kara Ákos államtitkár úrnak, és abban a reménységben fogjuk mindezt elhelyezni, hogy az a remény és az az álom, amely sokak szívében megfogant, valóra váljon, és hogy mindaz, ami elkészül, az Úr dicsőségét szolgálja. Az Európában is egyedülálló beruházás új fejezetéhez érkezett a vasárnapi alapkőletétellel, melyet az öreg templom küszöbénél helyeztek el. Megszentelt hely, ahol Isten igéjében és szentségeiben találkozik népével, ami üdvösségünkre, az ő dicsőségére. Amen. Az Isten tiszteletet követően az ünnepi közgyűlésen dr. Galli Csaba, az egyházközség felügyelője mondott köszöntőt. Az alapkőre felépülő új Inzula Luterána azonban a jövőben sem csak minket szolgál, nem csak a miénk lesz, kedves evangélikus testvérek, hanem mindazoké, akiket a szigeten közösségünk évszázadok óta szolgál. Igen, a győri polgároké, akiket kisgyermekként, ifjúként, óvodánkban, iskolákban készítünk fel, hitben megélt felnőtt életre, a szülőké és nagyszülőké, akik bizalommal fordulnak az e falak közül kisugárzó evangélikus szellemiség felé, a rászorultaké, az elesetteké, akiknek életük alkonyán családias, biztos menedéket nyújt irgalmas egyházunk. A közös célok, a közös álmok megvalósulásáról Kara Ákos beszélt a rendezvényen. Ünnepelni gyűltünk össze sok-sok ember álmát, sok-sok ember gondolatát és sok-sok ember reményét helyeztük el az alapkőben, és sok-sok ember álmát és reményét álmodjuk majd, illetve építik meg a kivitelezők, amikor befejezik 2017. október 31-én, előtt egy hónappal. 2017. október 31-én már ünnepelni fogunk, a reményeim szerint. A beruházás az öröm mellett felelősséget is jelent, hangsúlyozta köszöntőjében Prőle Gergely. Ha úgy gondolkozunk ennek a gyülekezetnek a sorsáról, ennek az épületnek a sorsáról, hogy vajon mit fognak ebből látni a mi gyerekeink? Vajon 40-50-60 év múlva mi lesz itt ezen a helyen? Akkor azt gondolom, hogy a belőlük fakadó öröm egy olyan termékeny módon válik felelős gondolkodássá, ami mindnyájunkat cselekvésre kell, hogy késztessen. A projekt munkálatai már megkezdődtek, jelenleg az óvoda építése zajlik. A beruházás során többek között bővítik az oktatási központot és a szeretetházat, új tornaterem épül, megújul az öreg templom, sőt a konvent épület is. Amikor az Úr lehetőséget ad valami nagy dologra, építkezésre, mindig azért teszi, mert a célja az, hogy ne csak az épület épüljön, hanem az a lelkiház, az a szent templom, az a közösség, amely az itteni közösség és az itteni gyülekezet. És meg vagyunk győződve arról, hogy amit az Úr tervez az itteni evangélikussággal, az még ennél a nagy projektnél is nagyobb projekt.
Az ünnepségen kiderült, az Insula Luteránát a tervek szerint a reformáció 500. évfordulóján, 2017. október 31-én avatják majd fel.